Ungvári roma családok és vallási szervezetek fogadnak be menekülteket Ukrajna különböző régióiból, ingyenes szállással, élelmiszerrel és minden szükségessel ellátják őket. Natalia Mahomedova családjával Kijevből érkezett. Két hónapja tartózkodunk itt. Ez alatt a két hónap alatt Viktor Pásztor egyházközsége segített bennünket, valamint Hornyák Robi családja, akik élelmiszerrel és mindennel támogattak, ha hiányt szenvedtünk. Nyolcan élünk itt, összesen négy család. A Roma Egyház tart el. Az áttelepülteket Viktor Fontos pásztor, Roma Egyház községe támogatja. Több mint száz embert fogadtak be. Jelenleg 101 személy lakik nálunk. 35 ukrán család Harkívból, Kijevből, Nyipróból és Mikoláivból. Tehát összesen 101-en. Már két hónapja itt vannak nálunk. Vannak harkivi romák, akik most épp a templomunkban laknak. A harkíbi Valentina Ivanova már közel két hónapja él a roma közösségben. Nagyon jó körülmények vannak. A roma tulajdonos saját házát adta nekünk, miközben ő maga átköltözött a gyermekeihez. Sokan vagyunk ott. Minden szükséges dolgot megkapunk. Mindez ingyenes, úgyhogy nagyon hálásak vagyunk Darina asszonynak és Viktornak, a roma egyházközség pásztorának a gondoskodásért. Köszönjük nekik! Так, це безкоштовно, і ми дуже вдячні. Natalia Husieva Zaporizsjából érkezett Kárpátaljára. Az utazás közel 36 órán át tartott. Először evakuációs vonattal jött le Lembergig. Elmondta, hogy szerencséje volt, hiszen a kocsiban már csak egy szabad hely maradt, és az ellenőr megengedte neki, hogy felszállhasson. Aztán Lembergből szintén vonattal jutott el Ungvárig. Nagyon félelmetes volt és nehéz. Nagyon izgultam idejövet, mert nem tudtam, hova érkezek majd, az ismeretlenbe. De amikor már itt voltam, hogy is mondjam, a romák számomra mindig olyan nemzetiség volt, akikkel ijesztgettek bennünket. Jönnek a cigányok, bújjatok el, Különösen emlékszem erre, amikor a faluban éltem a nagymamámnál. Mindig féltünk tőlük valami miatt, egészen addig, amíg be nem következett ez a tragikus helyzet az országunkban. Amikor megértettem, hogy a romák segítenek nekünk, áldás lett számomra, ezért nagyon hálás vagyok a segítségért. Valójában még sok mindent szeretnék elmondani, de úgy gondolom, hogy a szavak nem tudják átadni a lényeget, mert az a segítség, amit kaptunk, nagyon sokat jelent. Natalia Stepanova közel 24 órán át utazott Ungvárra, szintén kijebből érkezett. Elmondta, hogy az ismeretlenbe jöttek, nem tudták, hogyan alakul a helyzetük Kárpátalján. A segítség a romáktól érkezett. Meghívtak ebbe a házba, itt is maradtunk, már másfél hónapja élünk itt. Egyszerűen azt mondták, hogy maradjunk nyugodtan bármennyi ideig, rajtunk kívül itt nem tartózkodik senki más. Ez egy akkora ajándék, akkora boldogság volt számunkra. Három nap után javasolták nekünk, hogy az autókat hagyjuk az udvarban, hogy nyugodtabbak lehessünk. Így ismerkedtünk meg Robi családjával. Nagy vendég szeretettel fogadtak, megkínáltak teával, beszélgettünk. Befogadtak és rögtön elhalmoztak élelmiszerrel. Annyira váratlanul értez bennünket, annyira hálásak vagyunk. Elsősorban Istennek, hogy nem hagyott el bennünket, hogy hűséges maradt hozzánk, hogy tenyerén hordozott bennünket az emberek a roma nép által. Később megtudtuk, hogy itt van egy roma egyházközség. Oda is járunk, segítünk Viktor Pásztornak a szolgálatban minden nap, amiben tudunk. Okszána is lánya Donetsk megyéből érkezett. A nő szülei a harcok epicentrumában maradtak. Ott maradtak a szüleim, nagyon aggódom értük, de én valamivel korábban elutaztam. Nagyon hosszú volt az utazás, ugyanakkor én már tudtam, hogy hova jövök, mivel a fivérem már itt volt, itt állapodtak meg. A romák nagyon jó fogadtatásban részesítették őket. Én képtelen vagyok tovább menni. A lábaim nem visznek engem külföldre, szeretnék Ukrajnában maradni. Mondta nekem a fivérem, hogy jöjjek én is. Így én is, a lányom elindultunk. Itt befogadtak bennünket. Minden csodálatos, van tető a fejünk fölött. Legalább kialudtuk magunkat a gyermekemmel együtt. Nem halljuk a bombázásokat. Otthon a szívünk majd kiugrott, annyira dobogott. Éjszaka egyáltalán nem lehetett aludni. A romák szívélyesen fogadtak, humanitárius segélyen láttak el, az egyház is segít. Van tető a fejünk fölött, és mindez ingyen. Meghittség, kényelem, mindenünk megvan. A roma közösség hálás a támogatóknak, akik segítettek az áttelepültek felkarolásában. Ugyanakkor továbbra is érkeznek az újabb menekültek, ezért a közösség további segítséget kér. Nagyon hálás vagyok az embereknek, a barátaimnak, akik már két hónapja támogatnak bennünket élelemmel, de aki teheti, segítsen élelmiszerrel, gyógyszerrel, bármivel. Nagyon hálásak lennénk. Itt, 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 mindenki meg